Amikor már a szó- és képszínpad rendezőjeként és színészeként nagyon sokan ismerték, akkor lépett színre novelláival. Sikert sikerre halmozott, s most érkezett egy újabb meglepetés. Sikerrel szerepelt egy verspályázaton. Hát igazából meglepő, de verset előbb írtam, mint bármi mást, mint szerintem nagyon sok fiú. Szerelmes verset ugye az iskolába. Illetve hát a legelső ilyen élményem az nagyon régre nyúlik vissza, talán negyedikes lehettem, negyedik osztályos tanuló, amikor egy ilyen istenes verset írtam. Már nem tudom, milyen okból született ez meg bennem, így a lelkemben, amit így olvasgattam az osztálytársaimnak, és valahogy hozzájutott így az osztálytársaim révén, már nem tudom, hogy kinek a szorgalmazására, a történelem tanáromhoz. És ez a vers volt, az volt azt hiszem, hogy a Mennyországban. Ez a vers aztán olyan életet élt meg, hogy eljutott vagy az Adászteveli, vagy a Nagyteveli református templomba, ahol az akkori lelkész felolvasta ott a gyülekezetnek. És kaptam is érte egy ötöst ezután. Tehát ez ilyen nagy sikert futott be ez a gyerekversem. Aztán tényleg így a fióknak írogattam verseket, aztán el is maradt bennem ez a dolog, és szerintem ez a 2000-es években, így, amikor már nagyon benne voltam a novellák írásába, akkor egy-egy ilyen vers megszületett még mellé, meg szerettem így a szavakkal, a rímekkel játszani, hogy próbálkoztam, hogy hexameterek, meg ez érdekelt, ezek a rímképletek, meg különböző strófák, jambuszok, daktiluszoknak a ritmusait tényleg egybe hozni, és úgy valami értelmes dolgot megszülni belőle. És igazából így jöttek sorra ezek a versek, aztán az utóbbi két évben küldtem be néhány verset így pályázatra, aztán mindegyik szerencsére elég szép sikert ért meg. Valentin 2024, az év trubadúrja, szerelmes versverseny és antológia címmel írta ki pályázatát az Irodalmi Rádió, melyen Csukárdi Sándor is megmérettette magát sikerrel. Az urak között az év trubadúrja kategóriában külön díjas lett Szélből fontál című versével. Csukárdi Sándor elmondta, ezt a verset még 1998-ban írta feleségéhez, és nagyon örül, hogy ilyen szép eredményt ért el szerelmes költeményével. Ez egy régi vers, és nagyon sok régi versemet egyébként vagy kidobtam, mert nem tetszett már, vagy átírogattam, ehhez nem nyúltam hozzá, ez így valamiért megtetszett. Ugye itt a témára kell, mint a legtöbb ugye pályázatnak egy megadott témára kell beküldeni verset, és talán lusta voltam, új verset nem írtam, és ez ugye a témához így kapcsolódott. És így nézegettem, olvasgattam, hanem ez egy jó vers ahhoz képest, hogy tényleg régen írtam, ez nekem is úgy tetszett, hanem megpróbálkozom, beküldök egy ilyen régi verset, hogy ez vajon hogy dübörög 2024, vagy 23-ba, mert ugye tavaly kezdődött a pályázat. És hát szerencsére, hogy működött, tehát megfogta az ítészeket is. Még csak annyit egy kicsit visszakanyarodva a novellákhoz, versekhez, hogy melyikre áll könnyebben rá a tollad? Igazából mikor, hogy ezt nem is tudom, hogy valami belső motiváció teszi velem, hogy egyszer ez, egyszer az. És majdnem, hogy inkább ilyen időszakos, tehát valamikor több novellát, valamikor több vers születik meg, most már, ebben az időben most már inkább azt mondom. Szeretem a rímekkel játszani, mostanában azért többször előveszem ezt a fajta kreativitásom. Illetve most belecsaptam valami nagyobb dologba is, ami már elkészült, tehát kész van. Ez egy regény, de egy krimi. Egy krimi, amit már megírtam, így nagyjából a szeptemberben kezdtem, és ugye az ünnepek alatt csiszoltam majdnem, hogy azt mondom, hogy véglegessé, de most van tesztelés alatt, tehát nagy krimi rajongóknak adom oda, hogy azért olvassák el, kíváncsi vagyok a visszajelzéseikre, de eddig nagyon jó visszajelzések vannak. Még nem akarok erről igazából semmit lelőni, tehát még a címét sem szeretném elmondani. Annyit talán, hogy egy nagyon klasszikus krimi műfajt próbáltam magamévá tenni, és
kicsit ilyen Agatha Christie is, kicsit misztikus. A vég olyan, hogy a detektív összehívja az összes lehetséges gyanúsítottat, és ott minden tényleg a végén az utolsó másodpercben dől el.